Halló? Halló? Balázs, nem lehet, nem szabad hétfőn kérdő azt mondani, hogy báj darong. Nem lehet, ilyen nincs olyan, hogy bejövök be azok, és azt mondod, hogy báj darong. Nem tudom, miért gondolni. Megnéztük a Boys-t, és azt esésztük. Balázs nézte én, a Boys-t. Igen, de nem beszélhet róla, úgyhogy nem beszélhet róla. De báj darong. De báj darong. Bye, bye. Ennyit tudod mondani. Láttad a Boys, Balázs? Baj durunk! Üdv mindenkinek! Boldog hétfőt kívánunk nektek! Remélem, hogy szép hetetek lesz így előre is. Ezen a héten egy nagyon picit kilábalunk ebből a taknyosszer időből. Már amennyire lehetséges. Hát melegszik az idő. Már mondjuk hétvégén is tudok, meleg volt. Meleg volt. Én azért behoztam a bringám, mert szerintem így téliesítem. De ezt majd meglátjuk. Hogy Jani, ezek szerintem élte túl? Nem, nem élte túl, de erre lehetett számítani, tehát már szerintem csütörtökön beírta, hogy hétfőn nem lesz. Ő oda volt egyébként. Egy kicsit örjöngeni, jól van az. Nem azt mondom, hogy feltétlenül irigykedtem, de mondjuk, hogyha nem kellett volna Budapestre menni, csak így szóltak volna, hogy mondjuk így itt van a stadionban, vagy a Phoenixban, a Sanfortiban, akkor lehet elmegyek. Mert amúgy én is rohadtul szeretem. Meglátjuk. Majd mesél, hogy milyen volt, amikor tud, de biztos, hogy fasza. Nem tudom, nekem mindig bejött az a zene, és ahogy telt az idő, és kilábalt a Sanfortiban, amit még te is ismersz, így a sláger buborékból, tudod, meg ebből a populáris punk rockból. Utána ők szerintem az én olvasatomban ők jók maradtak egyébként, és kicsit így egy nagyon picit így az erősebb stílusba mentek át, egy picit, és azóta is nyomatják a zenét viszonylag gyakran, és tök jó. Úgyhogy én azt gondolom róluk, hogy amúgy elég fasza a cucc, úgyhogy biztos jó volt a koncert. Biztos, biztos. Simple Plan volt a másik? Az volt az előzenekar? Igen, az a Sum 41, igen. Az volt. Oké, és kösz-kösz. Kösz-kösz. Ja, úgyhogy elég ilyen old school, ilyen 2000-es évek feelinget kaphattak ott Janiék, mert biztos, hogy azt tök jól elhoztam már szerintem az első szám, vagy az első pár szám. Hát igen, nem úgy jártak, mint a Blink 182, meg hát, na jó, a Papa Roach nem, mert az nem is punk volt, meg ők amúgy még mindig úgy szólnak, mint 2000-ben, de azért, na, sokan folytatták a karriert ebből a korszakból, és így van, akinek sikerült, van, akinek hát nem. Van, aki átcsapott, tudod, ebbe a poposabb, ilyen... Hát, hogy játsszák a rádiók. Igen. És akkor átmentek ebbe a korszakba, de az más kérdés, hogy az emberekkel is történtek dolgok, tehát ugye a Blink-182-nak indokolatlanul sok tagja elment a nagy lábot keresni, aztán idegen civilizációk után, nem vicc, és hát az őket úgy elvitte a dolgok. Igen. Mint olyan, hát... kinek mit. De egyébként biztos, hogy jó volt. Mondom, ilyen koncertélményekkel kapcsolatban kétszer, háromszor, négyszer meggondolom. Jani sokkal emberek közé járkálósabb, mint én. És egyébként ez iszonyat bazd meg, hogy ez hogy lett. Tehát ez volt, ami tudod, igen, mondjuk 2013-ben. Fordítva volt teljesen. De annyira fordítva, hogy annál fordítvább nem lehetne semmi. És most én lettem már ilyen. Ő meg sokkal nyitottabb, mint volt régebben. Lehet, hogy neki ez kellett, hogy egyre többen megszólítsák, és ezáltal igen, akar egyre többet emberek igen közé menni. Én meg az az igazság, nem hogy tudod, folyton mentem, meg világéletemben ilyen nagyon ismerkedős, meg ilyen voltam, most meg így totál elmúlt ez a dolog, de hát kire milyen hatással vannak az élet bizonyos részei. Én annyira nem vagyok ilyen, úgyhogy engem az egy kicsit visszafog, de nem úgy biztos király volt. Meg egyébként teljesen más, mert mikor az ember koncerten van és találkozik, mármint olyan koncerten van, amire ő is akar menni, meg élvezni szeretné, nem csak úgy, bitomi kísér valakit, hogy hasonló, akkor az úgy teljesen más, tudod, mert ott találkozol a rajongókkal, és mindenki a zenéért van ott elsősorban, igen, csak örül, hogy lát. Tehát én is, mikor így koncerten vagyok nagy ritkán, tudod, és így találkozok nézőkkel, akkor mindig pacsisz, csáú, de fasza, és akkor így nyomjuk tovább. Tudod, nem azt, hogy látjuk a dumán, hogy mikor lesz stream, meg tudod, ilyen érségek. Nem áll meg miattatok az élet. Igen, vagy a körforgás. Igen, mert nem mi vagyunk a lényeg, és azt szeretem, azt a részét. Egyébként úgyhogy biztos, szerintem biztos, hogy fasza volt, meg tuti, hogy a Sum 41 még mindig jó bulit csinál egyébként. Az biztos. Igen. Én azt hittem, hogy a Budapest Parkban lesz nyilván. Nem ott van. Szerintem nem ott volt. Nem tudom, hogy megírják a srácok, hol volt. Janit nem kérdeztem. Nem úgy a fényképek alapján, amit Jani rakott fel, meg amit raktatok ki még oda, abból gondolom, hogy nem ott volt, de...
Paplászlóba volt. Uh-huh. Igen, ott egy kicsit többen tudnak lenni. Igen. Én kétszer voltam a Budapest Parkban, mind a kétszer ott a közepén a KFC-be kötöttünk ki. Sosem tudtam, milyen zenekar van. Az egyiknél nem akartunk a Budapest Barba menni, az egyik alkalommal, amikor voltunk, csak ott kötöttünk ki. Akkor már úgy ettem a KFC-t, hogy McDonald's is lehetett volna. Mikor a második alkalommal voltunk a Budapest Parkban, akkor oda akartam menni, de akkor annyira jó volt a buli, hogy inkább elmentem menni. Na mindegy. Szép. Azt mondták, jó lesz, nem volt jó. Úgyhogy ez a két emlékem van a Budapest Parkról. Fél ház volt? Hát azért nézd, én azt gondolom, hogy akármennyire is nosztalgia faktornak is mondható, ugye nyilván már ennek a korosztálynak azért elég szubműfaj ez a skatepunkos, de már annál azért egy kicsit hardabb punkos dolog, amit a Sum 41 csinál, vagy akár a Simple Plan, úgyhogy eléggé, tehát azt szerintem nem egy olyan gáz dolog, hogy félház van. Még nem tudom, mennyien lehetnek a Paplászlóba. Hány ezren, hány tízezren? Nem tudom, megtippelni se tudnám, hogy mennyi, vagy hogy mi számít soknak. Ha mondanak valamit az emberek, akkor nem félház volt, 80% a feltöltött szamportiban. Na, az úgy nem rossz. Nem tudjátok, hányan voltak kb? Mert úgy vannak fogalmaim koncertméretekről. 12.500 fér el a Paplászlóba, 12.000 a Parkba, jó. 12.500, azt mondjátok, 80-on. Hát az majd 10.000 ember. Igen. Az azért nem szar. Itthon az nagyon nem szar. Nem. Tehát, hogyha majdnem 10.000, mondjuk 9.500-an voltak a számfortiban, nem tudom, hogy voltak-e annyian, az nagyon nem szar. De az még így másnál sem lenne, egy nagyobb zenekarnál sem lenne rossz szerintem. Vágási Feri, azt nem tudod esetleg, hogy a Debrecenben a Phoenix Stadion, Phoenixnek hívják még egyáltalán? Szerintem igen. Igen? Hogy abban mennyien lehetnek? Mert nekem oda ilyen 9-8-9-10.000 rémlik, de nem vagyok benne biztos. Azt mondjátok, hogy szerintetek inkább csak 5-6.000 ember volt? Az se rossz. Az se rossz egyáltalán. Tehát az is már azért elég komoly koncert hangulat, de én azt mondanám, hogy szerintem többen voltak, szerintem közelebb volt a 10.000-hez. Hát figyelj, azért az így eléggé komoly. Koncerte 8.000 a Phoenix. Hát ja, azért voltak nagy koncertek a Phoenixbe, Bazi. Igen, én most ezen gondolkodtam, ugye, Sting, hogy Debrecenbe koncertezett, és nem tudom, Budapesten is koncertezett? Nem tudom, de Debrecenbe volt Iron Maiden. Jó. Ami azért durva. Igen, így. Igen. Hát számomra Sting is teljesen durva, hogy miért pont a Debrecenbe? Igen. Most igen. Szóval... De így, hogy 8500 a Phoenix, akkor annyira nagyon nem maradunk el mondjuk a Paplászlótól. Lesz Pesten Sting. Lesz. Aha. Volt Nightwish is, igen. Nem, voltak nagy koncertek itt Debrecenben egyébként. Nekem amilyen hűha koncert maradt, igaz, hogy... Nem volt? Engem... Egy pillanat. Hülye vagyok? Volt Maiden Debrecenben, nem? Régen volt, de volt. Én Deep Purple-ről tudok. Lehet, hogy hülye vagyok. Az bármikor előfordulhat, a nap bármely szakjában. Szakában. Egyébként Richmond igazad van. 2003. Tiesto teltházat csinált. 2003. 2003-ban volt? 2003. Volt. Azért mondom, hogy annyira nem vagyok teljesen hülye, annyi, hogy akkor mentem gimibe. Általánosból. Éppen mehettél volna, mert... Hát, ha vittek volna, biztos lehet, mert akkor már igencsak ismertem a Maident. De volt, azért mondom, hogy volt. Tehát voltak nagy koncertek Debrecenben, de amikor belegondolsz, akkor ugye Budapest, az ugye egy ilyen globális vonzás, ugye itt Magyarországon, de itt Debrecenben is nagyon nagy a vonzás körzet egyébként, hogyha belegondolsz, meg ugye innen a határon túlról is jönnek. Tehát azért, na. Igen. De én nem hiszem el, hogy nem lehetett telepdűbenteni, és tele is lehetett. Hát Tom From Debrecen írja, hogy amúgy Debrecenben volt Iron Maiden, Lenny Kravitz, Joe Cocker, Brian Adams. Volt David Guetta is. Wow. Volt Timmy Trumpet is. Volt. Most nem a Campus Festről beszélünk. Voltak nagy koncertek itt. Úgyhogy na, mindegy, lényegtelen. Meg ugye hát eleve az évvégi tankcsapdák itt voltak. Igen. És hát azon is jó, de sokan vannak. Ők hazajárnak. Oké, hazajárnak, csak azt mondom, hogy azon is nagyon sokan vannak. Persze. Mint olyan. Ott is a Phoenix szerintem, ott is teltházzal szokott menni. Teltházzal megy. Hát Hatházi Laci is telerakja. Mármint a Phoenixet, nem a tankcsapdát. Nem, ő Debrecent. Igen. De Hatházi is telerakja. Az iszonyat durva egyébként. Én egyszer voltam a Hatházi László esten
a Phoenixbe, és ugye mi itthon vagyunk. Hát így azt mondom neked, hogy még ilyen másfél kilométerre se volt parkolóhely, pedig az ott kertes házas övezet. Igen. És úgy álltak a házak előtt az idegen autók, hogy nem tudtak kiparkolni. Igen. Mert így tele volt parkolva az a térség konkrétan autóval, mert annyian vannak. Tehát ez valami iszonyat durva. Egyébként, hogy ő mennyi ember tud... megmozgatni. Tud megmozgatni. Nem tudom, hogy más képes-e rá itthon stand-upba. Szerintem egyedül nem. De ez, mondjuk, tudod, ez olyan, hogy mondjuk, így állottam egy követet, nem tudom. Mondjuk lehet, hogy ő is azért mozgat meg itt annyi embert, majd ő is hazajár? A többieket lehet ezzel vigasztalni, igen. De tudod, hogy nem így van. Bödöcs? Hogy szerintem még Bödöcs az, aki ennyi embert megmozgat, szerintem arra írja. Aha. Lord Bill. Hát, ez egy jó kérdés, hogy ő tele tud-e rakni egy Phoenix csarnokot. Az más kérdés, hogy szerintem a Phoenix csarnokot nem rakja tele, mert ide nem jön. Vagy nem jöhet, nem tudom. Igen. De Aranyosi Péter. Igen, ő is lehet amúgy. Én Kis Ádámot meg kapott, mondtam volna egyébként. Furcsálom, hogy... Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát én neveket én is tudok sorolni, srácok. Nem ez volt a lényeg, hogy mondjatok stand-uposokat. Szerintem lehetséges, hogy egy-két humorista tehát volt akkor a powerrel annak idején, hogy meg tudta volna csinálni, szerintem ma már nem nagyon vannak. Szerintem Janklovics, hát egyedül biztos nem, de ő ott szokott lenni Hatházi Laci esteken, legalábbis amin én voltam, ott volt. Hú, ezt azért belecsaptatok, srácok. Van, igen. Hajnóci Soma, az micsoda? Az van olyan stand-upos? Mondanám, hogy néz ki, de most nem kezdem el körülírni az arcát. Fogod tudni. Nem? Itt azt írják bűvész. Igen. Hát meg humorista. Régebben bűvészkedett, azzal lett híres, aztán ez olyan, mint a fodrász és szemöldök tetováló. Lehet. Vagy a cipész és kulcsmásoló. Nem tudom, hogy valahogy nekem nem jár ez így kéz a kézben. Viccesen etett meg a trükkökkel. Nem vágom őt, én nem tudtam, hogy ő stand-upos. Én láttam már műsorát, de... De szerintem én YouTube-ról láttam. Nem tévéműsor vagy élőműsorban. Igen. Peti pap egyébként kijavított, igen, hogy a Phoenix csak 6500 férőhelyes, koncerten 8500. Így van, mivel hogy ugye ez egy stadion, és igen. Hogy a küzdőtér is tele van rakva, de egyébként például a hatházi esteken ugye a küzdőtér az ülőhelyes az is. De mikor zene van, akkor állnak, akkor többen férnek, gondolom, oda be. Igen. Igen. Úgyhogy, én nem tudtam, hogy a bűvész részét ismertem ennek az embernek, de nem tudtam, hogy stand-upol. Egyébként, de örülök neki, hogy bűvészeket is írtok olyan stand-uposoknak, akik potenciálisan meg tudnak tölteni egy stadiont. Egyébként, nem tudom most erre mit mondjak. Én amikor csak egy kicsit a koncertekre visszakanyarodva, utoljára Pesten, nem tudom, hogy melyik stadionban volt, hanem Ennio Morricone-n voltunk, és szerettünk volna eljutni Hans Zimmerre is, csak hát hazaköltöztünk, és ők meg csak Budapesten koncerteznek, hogy ha már ilyen ultra mega sztárok voltak már Debrecenben, szóljanak már a szervezők nekik, hogy Debrecenben is szervezzenek már Hans Zimmer koncertet, please. Igen, az biztos, hogy jó lenne. Igen, az komoly. Mert hogy ott Ennio Morricone-nek is, meg Hans Zimmernek is gondolom mindig telt házzal megy a koncert, úgyhogy... Hogy Mogács Dániel is nagy közönséget vonzana? Biztos, hogy ő is nagyot tud. Egyébként én nem azt mondtam, hogy nem tudnak nagyot, én csak azt mondtam, hogy a Phoenixet nem hiszem, hogy Hatházi Lacin kívül más tele tudja eltenni. Ennyi az egész. És azért merem ezt így állítani, mert szerintem így van. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek rosszabbak, vagy bármi ilyesmi, csak gondolom megint beindult a Blik gyár, és akkor... Vehetitek ezt felhívásnak is, hogy szóljatok a stand-uposoknak is, hogy ki tudja a több koncertet, vagy a nagyobb férőhelyes helyeket megtölteni.
Igen. Biztos nem lesz ellenükre. Igen. De ezt persze csak így mondtam. Nem gondoltam, hogy ilyen Verstappen Hamilton lesz belőle a chatben. Egyébként. Há, hogy ne lenne? Mindenki szeret valamilyen humoristát. A másik azt szar. Hogy lehet és őt szeretni? És aki a másikat testi? Szereti, annak a kurva anyját. Hát persze, nincs humorérzéke, tehát nyilván azt szeretette. Igen. Látom, hogy néhányan írják Bödöcsöt. Nem így működik feltétlenül a világ. Egyébként. Az az igazság. Hogy vannak dolgok, amiket az ember már látott, mert megtörtént, meg vannak dolgok, amikről azt hiszitek, hogy meg tud történni, de valójában nem. Igen. A kettő között az a különbség, ami gyakorlatilag 2 vagy 3 hete témánk, uh-huh. hogy az interneten a vélemény meg a tény ugyanannyit ér. Igen. Egyébként. Pedig az ember nem is mond olyat, hogy valaki jobb, mint a másik. Vagy hasonlók. Nem. Így van. Mert nem mindegy, ahol. Sajnos. A humor az egy érdekes dolog itt Magyarországon. A térségek különböznek egymástól. Nagyon. Uh-huh. És bizony számít az, hogy hogy hol. Hát, hogy a bánatban, ne? Hogy hol. Igen. Hogy hol csinálod. Itt Debrecenben vannak dolgok, amik hogy is mondjam ezt? A terület adottságai. Vagy nem tudom, hogy mondjam, és ez egy olyan dolog, hogy vannak humoristák, akik például működnek, mit tudom én, Észak-Magyarországon, de nem működnek annyira Dunántúlon, stb. Ez ilyen. Pedig Magyarország nem is olyan nagy uh-huh. Valami. Úgyhogy emiatt van az, hogy nem teljesen ugyanarról van szó. Megállítanak azért dolgokat, tehát hogyha most itt felolvasok itt dolgokat a cseten, tehát mondjuk Bödöcs értelmesebb, mint az átlag magyar, nincs rá akkora befogadás. De például ez a mondat az, amire, hogy is mondják ezt szakmai nyelven? Közönség megtartási megfontolásból nem ragálok semmit. De ez van. Mert nem szabad reagálni, és nem amiatt mondom ezt, hogy milyen fajta humort képvisel Bödöcs Tibor, hogy uh-huh. sokat politizál. Nem erről van szó. Nem erről van szó. De mondjuk, na, tehát így ilyenkor van azt, tudjátok, hogy így le vagyok látszolva a bicikli tárolóhoz. Nem szabad, Pisti. Tehát, hogy így persze, nyilván. De 2 egészen más humoristáról van szó szerintem. Egyébként, és mondom még egyszer, nem azzal van a baj, hogy politizál Bödöcs, nem azzal van a baj, hogy éppen melyik oldalt képviseli, nem emiatt. Mondom, kifejezetten az értelmesebb, mint az átlag magyarra. Uh-huh. Gondoltam egyébként. Hát, hogy valaki politikával foglalkozik, akkor az már értelmes, Pisti. Teljesen egyértelmű. Ne. Mondom, nem erről beszélek. És most még egyszer. Nem azért jobb, nagyon mert van. Ezzel foglalkozik. Megnevetted. Igen, akkor van. Jó humorista. Kész. Ez a lényeg? Ennyi. Jó, az, jó, mivel... jó humorista és kész. Az már nem számít. Így van. Az a baj, hogy túlságosan belekeverik az emberek a politikát ebbe a dologba, és úgy gondolom, hogy ez is erről szól. Most ezért meg itt a köpködés. Nyilvánvalóan értem. Én nem szeretek mindenben politikát tenni, mint olyan. Ebbe sem. Én se az alapján döntök arról, hogy melyik humoristát szeretem, hogy milyen politikai dolgokat képvisel. Attól függetlenül, hogy például ő politizál, vannak rettentő jó estjei, amik szerintem is kurva viccesek egyébként, uh-huh. tehát szó se róla. Tehát én tudjátok, hogy a politikát alapvetően nem szeretem humorba, de nem emiatt gondolok különbséget az emberek között, mert nem szeretem mindenbe belevinni. Az a baj, hogy én azon csodálkozok, hogy mostanában tényleg az a baj a politikával egyébként, hogy azok az emberek, és azok a platformok, és azok a média azon részei, amik fel vannak címkézve valahogy, azok semmiről nem tudnak onnantól kezdve beszélni. Az emberek szemében. Így van. És ez a baj, hogy szerintem biztos vagyok benne, hogy jó, nyilván meg lehet ezt lovagolni, de szerintem nem tudom, hogy Bödöcs Tibor hogyan vélekedik erről a dologról, de biztos, hogy ő sem örül annak, hogy azonosítva van, és fel van címkézve valaminek. Uh-huh. Mert ettől függetlenül a humorának van egy kurva nagy része, ami nem az, és rohadt vicces. Ami miatt most zaskót húzott rá egy nagy rakás ember. Én emiatt, én ezt biztos, tehát én ezt sajnálom egyébként, mert gondolom, hogy emiatt a közönsége is megvan osztva.
Pedig szerintem nem kellene, mert mondom, neki megvan az a vidéki humora, ami minden, amire mindenki rámegy. Csak megint egy olyan dolog, amit a politika elbasz, mert az embereket ez érdekli, meg erre hegyezik a faszukat, mert valahogy, nem tudom, kevésbé izgalmas az élete nélkül, hogy nem lehet valakire címkét ragasztani, vagy nem tudom miért. Érdekes kérdés, azt mondjuk őt ez mondjuk mennyire zavarja. Én most nem pénzügyileg gondoltam erre. Én sem úgy, hanem hogy tényleg, mint hogy munkásságában, hogy kapja a kritikát, vagy a megosztott véleményeket, mert hát feltételezem, ő azért csinálja ezeket a műsorokat, mert ő ezt élvezi, ebben érzi jól magát, ezzel akárhogy is nézzük, egy humorista akkor tud szórakoztató lenni, ha élvezi azt, amit csinál, szerintem. Persze, ez igaz. És hát úgy nem tud eladni egy viccet, hogyha ha igazából ő nem tartja azt viccesnek. És gondolom, hogy azért csinálja ezeket, azért csinálja így, nem azért, mert hogy ő ezeket a célközönséget akarja megszólítani, hanem hogy ő tényleg ezt találja viccesnek, és ebből csinál műsort. Nem tudom, ez egy érdekes téma, annyira furcsa nekem egyébként ez, és Léci, ezt remélem, hogy így tartsátok már szem előtt, hogy nekem rettenetesen furcsa most Bödös Tiborról úgy beszélni, hogy nem tudjuk, hogy ő mit gondol. Igen, utálom ezt csinálni, mert ez nekem már így közel. Olyan, mint hogyha a hátam mögött kibeszélnénk egy kicsit. Az olyan már közelít a rendműfajhoz, ami hát Jézus Úristen. De mindegy, nem lényegtelen. A lényeg az, hogy nem szeretek így beszélni emberekről, de én, ha jól emlékszem, akkor ő annak idején is azért oda-oda szúrt a jelenleg kormányon lévőknek. Mindenkinek. Nem mindig csak a jobb oldalnak szurkált, csak hát ugye egy ideje. Már csak ők. Egy ideje ez van, és úgy tűnhet, hogy csak nekik mondja, de hát... De ezt úgy képzeljétek el, srácok, hogy én látok most itt a chatben mindkét politikai oldal által ihletett embert, vagy mindkét politikai oldalról látok embert, aki nagyon csúnya és nagyon rossz dolgokat ír. Szerintem róla. Tehát én látok most itt erősen jobb oldali embert is, aki nagyon csúnya dolgokat mond róla, meg másik oldalról is látom, aki meg valami máshogy áll hozzá. Szerintem egyik sem helyes, sőt. Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát, hogy így... Én úgy értettem azt, hogy nem tudom, hogy mennyire örül ennek, hogy én úgy gondolom, hogy van neki nem politikai humora, bőven. Van, hogy a bánatban előre. De az például amiatt van, hogy tehát én elmondtam már az embereknek, hogy én ezt a történetmesélős humort imádom már kisgyerekkorom óta, és a külföldi humoristáknak is ezt a stílusát szeretem, aki nagyon jól tud történetet mesélni, és a magyarokban is ezt kedvelem. És amikor ő azt a humort csinálta, nem, most is csinálja, amikor a műsorának az a része. Igen, az volt a szerves része, addig nagyon-nagyon szerettem. Igen, a Nyuszi Motor, meg stb. Meg a Szent Lászlói sztorik, jó, hogy nem lehet ebből élni, én ezt értem. Emiatt Hadházit is bozasztóan szeretem. Nekem az a része nagyon tetszett Bödösnek mindig. Igen. Én a politikai humort nem szeretem akkor se, ha a bal oldalról beszél, akkor se a jobb oldalról beszél, akkor se, ha nem ő beszél róla, hanem más. Én nem szeretem, és kész. Tehát egyszerűen én nem tartom ezt viccesnek, hanem felbasz. De a többi része a humorának meg jó. És csak azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem is azt mondom, hogy zavarja, mert igazad van. Valószínűleg nem zavarja, mert szereti ezt csinálni. Csak hogy létezik egy olyan oldala is egyébként neki, ami nem ilyen humor, és biztos, hogy ha nem lenne felcímkézve ő, igen, akkor sokan élveznék a humorát. Igen. Na mindegy, szerintem tudjátok, miről beszélek. Sokan azt gondolják egyébként, és ez egy tök érdekes dolog, hogy nem azért a jó pár év alatt mondhatok már rólunk ezt is, meg azt is, meg amazt is, erről is beszéltünk, de én alapvetően azt gondolom, hogy mindenki azt gondolja, hogy ilyen tojáshéjon járkálás, meg ebből a borzasztó óvatosságból van az, hogy megpróbálok ilyen nagyon PC-n fogalmazni. Van olyan is, hogy úgy próbálok. A politikával kapcsolatban azért nem tudok feltétlenül konkrétan beszélni, mert nem vagyok a pártpolitika híve. Ennek ellenére, amikor a magyar politikáról beszélgetünk privátiba, sokan gondolhatnák, hogy erőteljes pártpolitika hívő vagyok, pedig nem erről van szó. Egész egyszerűen mindig az érdekel, ami éppen történik, és annak a problémának hogy ki milyen megoldást kínál rá. Érted? Vagy én mit gondolok róla? Így szoktam hozzáállni. Alapvetően a legtöbb dologhoz így állok, és ezért sem akarom, én ennek a címkeragasztásnak én nem látom értelmét.
Azért nem látom értelmet, mert attól, hogy valakin van egy narancsárga, piros, kék, tök mindegy milyen címke, attól még mondhat értelmes dolgokat. Igen. Akkor is, ha csak egy héten egyszer. Értedek? Igen, alapvetően ez lenne a helyes hozzáállás mindenkinek, hogy nem azért szajkúzom a narancsárga, piros, zöld, kék címkés embernek a mondandóját, mert hogy én is olyan színű vagyok, hanem azért, mert amit mond, azt én helyesnek, vagy igaznak, vagy korrektnek vélem. Így van, és nagyon sok ember van, aki egyszerűen úgy gondol erre, mint mikor a magyar embert a pénzről kérdezik, érted? Uh-huh. Jó van, értem, nem akarsz erről beszélni, hát jó van, ha nem... Tehát egyből ez a köcsög reakció jön elő, azért, mert nem, tehát egyszerűen itt ez a téma, vagy kussolj, vagy mondd el, nem mentegetőz, ne körülményeskedj, mert az gáz, tudod, uh-huh. Minden... Nagyon primitív a hozzáállása ez a dologhoz. De az a baj, hogyha viszont megfordítod, és nem próbálod meg ezt letisztázni, igen, hanem elkezdünk, mit tudom én, az orosz gázról beszélgetni, vagy az áramlatokról, vagy a kedvenc zenekarodról, uh-huh, akkor azonnal felcímkéznek. Persze. Tudom, miért mondtad ezt. Te köcsög. És így, tehát az oda visszaműködik. Amit én sajnálok, mert szerintem lehet témákra beszélni, és emlékeztek, volt még annak idején például Fókusz csoport Ádámmal, mikor volt a podcast, akkor vele beszélgettünk, és ott nyilvánvalóan beszélgettünk dolgokról, ő máshogy látott bizonyos dolgokat, mint én, de én pontosan erre akartam felhozni azt is, hogy az interneten jelenségekről szerintem tudni kellene beszélgetni anélkül, hogy most valakit előcibálsz, és őt igen, így odaállítod, igen, így a... Nem kell mindenre példa. Igen, nem kell mindenre feltétlen példa, vagy konkrétum attól, hogy beszélgessünk róla, mert attól még a téma igenis érdekes, vagy fontos. Igen. Érde? És ez a baj. Igen, mert most beszélgetsz általánosságban valamiről, valakivel, annak a valakinek valószínűleg eszébe jut a kis fejébe egy ember, akire rá tudja húzni, és nem kell neked egy másik példát az arcába tolni, hogy igen, már pedig ez jobb példa, és ezzel foglalkoz. Igen. Nyilván, ha nem jut eszébe senki, akkor lehet, hogy rákérdez, hogy mint például, kire gondolsz? Így, jó, persze, igen, és az már egy de más kérdés. Az a más kérdés. Írod nekünk, Kata, hogy a címkézés tipikus magyar szokás. Egyébként képzeld, nem. Elhiszem, hogy így gondolod, hiszen belülről látjuk a társadalmunkat. Ami Amerikában megy, az még ennél is félelmetesebb. Tehát ott olyan szinten van, hogy így ketté van választva az ország, meg minden, amiről beszélni lehet. És neked mi a véleményed a fegyverekről? Aha! Hogy állsz az abortuszhoz? Aha! Mit gondolsz a melegekről? Aha! És abba a pillanatban, érted? Trump! Ennyi. Ültél már a traktorba? Trump! Tehát így annyira durván megy ott is a címkézés, és ott is nagyon sok párbeszédet lehet hallani az interneten, arról, hogy mennyire megosztott az ország, és hogy alapvetően ugye az értelmiségi részét mennyire frusztrálja az embereknek az, hogy nem lehet gyakorlatilag már szinte semmiről megkérdezni a haverodat, anélkül, hogy a szomszéd asztalról ne néznétnének át, hogy na, mi van? A demokratát kérdezed már megint. Igen, mert az a probléma a kinti témánél, de erről már beszéltünk hosszasan a politikáról itt a Happy Hour-ben, az a baj, hogyha Amerikában azt mondod, hogy figyelj, te hiszel, mit tudom én, a Second Amendmentben, és abban, hogy az embereknek igenis lehet fegyvere, akkor rád mondják, hogy abortusz ellenes vagy, hogy homofób vagy, meg egyéb dolgokat. Mert ugye abba a címkébe ez tartozik, és itt a probléma. Igen. És itt a probléma Magyarországon is, a külföldi példán élve, hogy nem igaz, hogy nem lehet fegyvertartásról beszélgetni, anélkül, hogy nem gondolnád azt rólam, hogy én a melegek ellen vagyok, és egyéb dolgok ellen. Mert nem gondolhatsz mást. Ha te oda tartozol, baszódjál meg. És ez a nagy probléma. És engem ez frusztrál, és ezért nem beszélek pártpolitikáról, és ezért utálom a pártpolitikát, mert egyszerűen nem tudok beszélgetni emberekkel, mert azonnal látod a szemébe, hogy akkor mit gondolok az ukrán háborúról, mit gondolok a rezsicsökkentésről, mit gondolok a gázról, a migránsokról, a melegtörvényről, stb. Azért, mert elmondtam, hogy mit tudom én, mit gondolok arról, hogy Debrecenben ez meg ez épül. És így bazd meg, hát itt lakok, hát most mi? Nem igaz, hogy nem lehet ezt mondani, de mondok valamit erről, és egyből tek, így teleragasztanak ilyen dolgokkal. Ez a baj. Nem ez kellene legyen egyébként a dolog, de ez van. Ez van. És mondom, ez emiatt is gondolom, hogy így veszítjük el egyébként a párbeszédet sok helyen. Jenny, egyébként úgy jutottunk el idáig, hogy a teltházas koncertekről, a teltházas humoristáktól eljutottunk Bödöcs Tiborig, illetve az ő képviselőig, akik itt vannak a chatben, és így mentünk át erre. Na, de teljesen visszakanyarodva az eredeti dologhoz,
ezért gondolom azt, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy rá is hatással van ez. Hogy ugye fel van címkézve, és innentől kezdve, mondjuk mit tudom én, egy vele ellentétesen gondolkodó ember nem megy el az ő humorestjére, vagy nem akarja, hogy az ő városába jöjjön, pedig ez butaság. Mert attól függetlenül egy borzasztó vicces és szórakoztató ember. Igen. Amikor nem lesz ivóvíz, és a ivóvíz a csőben, majd gondolj ezekre a szavaidra. Bőrőcsöt szíttad. Miatta nem lesz ivóvíz. Szíttam. Nem szíttad. Címkézted. Nem címkézted. Azt mondja, szegény Pisti magába száll most. Pont úgy néz ki. Ti vagytok az az értelmiség, aki felér Tiborhoz? Bazd meg! Beszarok. Bocsánat, jól jött ki. Bocsánat, jól jött ki. Nem. Azt a kurva élet. Na mindegy. Én csak, de értitek, hogy miről akartam beszélni. Van, aki igen, van, aki nem. Ez így hétfő reggeli téma, ez van. De értitek, mit akarok mondani, hogy egyszerűen annyira forró pont lett most már, és annyira megosztó a társadalomban az, hogy gondolkodsz, hogy pisztolyt tartanak a fejedhez, hogy mondjál valamit. Tudom, mert körülményes kecköcsögjenek, meg nekem gándom, hogy a találgatás meg ilyenek, pedig kéne tudjunk beszélni Bödös Tiborral is enélkül. És látod, nem tudnak. Mert a Bödösről beszélünk egy reggeli műsorban, elfogy a víz a csapjából. Meg ahogy Tibi mondta, Britney Spearsnek elapadt a teje. Igen. Az a baj, Pisti, hogy ugye mindig is tudtuk azt, hogy nem mindenki van ugyanazon a szinten szellemileg, és vannak, akik küzdenek problémákkal. Nem akarok senkit megbántani. Gondolom láttad te is azt a igazoltatós videót. Nagyon nem akarok róla nagyon beszélni. Miután én azt megnéztem, utána bármit el tudok képzelni bárkiről, láthatatlanul. Okay, én nem láttam ezt a videót. Feleségem kérdezte tényleg tőlem, hogy nem láttad az igazoltatós videót? Mondom, nem. Szünet? Vártam egy percig, mondom, nem akarod elmondani? Nézd rám! Hát, ha nem láttad, akkor nem. Mondom, oké, nekem fogalmam sincs, nem. Fogalmam sincs, hogy miről van szó. Így születnek a diszlájkok? Mit mondtam már megint? Nem, valószínűleg én mondtam valamit. Ja, igen. Én nem láttam, nem tudom, hogy miről van benne szó. Engem ezek a nagyon megosztó dolgok annyira nem vonzanak. De szerintem nem... Nagyon nem voltak egy hullám hosszan a rendőrrel. Világos. Meg nagyon sok másik emberrel se lenne nagyon egy hullám hosszan az De valószínűleg most is vannak, akikkel igen. Így van. Na, ezt úgy mondom, hogy nem van. Tudom, és hogy ha megnézed a Facebook oldalát, akkor azért látszik, hogy vannak, akikkel egy hullám hosszon van. Uh-huh. Így aztán bárkiről bármi kiderült. Mondom, gőzöm nincs róla, hogy miről van szó. Semmit nem hallottam róla. Ezt hallottam, hogy volt valami igazoltatásos videó. Elkavarodva erről a témáról, már megint, igen. Úgy teljesen, vagy amennyire tudok. Láttátok-e a hétvége folyamán elég sok helyen megosztották ezt a apokalipszis eventet, amit Elon Muskék tartottak? Ja. Láttad? Igen. Az AID eventet? Hát a összefoglalókat. És? Mit gondolsz? Egy kicsit örültem is neki, hogy végre, igen? Lesznek robotok, akik megcsinálnak helyettünk dolgokat. De biztos, hogy nem azok, amikor tudom, hogy a színpadon van. Nem azok, de ugyanakkor nem tudom, bennem van még a félsz, hogy jönnek a Terminátorok is velük együtt, vagy mi van? Nem hiszem, hogy jönnek a Terminátorok. Kicsit kettős nekem ez a dolog. Mármint nem kettős, az a kettős, ahogyan gondolkodnak az emberek róla. Uh-huh. Nyilván Musk oldaláról nem kettős. Azt tudni, hogy az emberek Skynetről meg mindenféle dologról beszélnek, holott azt tudják a legtöbben Elon Muskról, mivel hogy az ő véleménye érdekelte a legtöbb embert az AI-ról, hogy ő hisz abban, hogy az AI nagyon nem lesz jó. Uh-huh. Ennek ellenére robotot mutogat, és mindenki Skynetről beszélget. Hát attól, hogy van egy robot, attól még nem kell egy értelmes valami legyen. Hát azt hiszem, ők is ezt hangsúlyozták, hogy nincsen úgymond agya.
Uh-huh. Úgyhogy nem tud akármit megcsinálni, csak igen, viszont csak bizonyos manuális dolgokat, ahogy fogalmaztak, ugye az unalmas munkákat megcsinálja az emberek helyett. Igen. Ők pedig majd, na mindegy, erről is beszélgetünk majd. De hát látszik, egy erőteljes prototípus volt jelen a színpadon, nagyon egyszerű mozdulatokat csinált, meg láttunk róla ugye videót. Ez még ugye a prototípus, Optimusnak hívják egyébként. Egy sokkal szofisztikáltabb külsőt fog kapni, nem úgy fog kinézni, mint az ötös robot. De alapvetően igen, megmutatták ezt az Optimus robotot, azt is elmondták, hogy néhány éven belül forgalomba kerül, ilyen 20 000 dolláros árban akarják mérni, tehát már ez is megvan, hogy ugye az jelen árfolyam szerint 8 millió forint, szóval ha 3 év múlva forgalomba helyezik, akkor lesz 52 millió forint egy ilyen robot. Aki akar most vagy ilyen dollárt, itt ugye. Most vagyjátok, igen, mert igen. És hát megmutatták ezt a cuccot, hogy hogy működik, tök jó, wifi-s, LTE-s, tud hangot kiadni, megvan, hogy milyen aksival működik, megvan, hogy milyen processzor hajtja, stb. És ugye ő, vagy ez a robot, ez gyakorlatilag ilyen, tényleg ilyen egyszerű feladatok elvégzésére lett tervezve, és hát igazából ezeket tudja elvégezni. Nyilván először így fog kezdődni. Aztán jönnek a kicsit komplikáltabb feladatok, meg a még komplikáltabb feladatok. Igen. Meg lehet nézni, a YouTube-on fent van egyébként. Biztos, hogy fog tudni gomnyomásra fingani. Tuti. Hát. Nem létezik, hogy nem. Érdekes. Én azt gondolom, hogyha belegondolsz, 20 000 dollárért... Lehet majd flexelni. A lakóközösségnek. Nekem van ilyen? Nem, csak az. Most ne úgy gondolj magadra, hogy veszel magadnak egy csicskát. Úgy gondolj magadra, mondjuk, hogy van egy céged, ahol mondjuk, mit tudom én, szállítással foglalkoztok, vagy ilyenek, és mondjuk, mit tudom, be kell csomagolni valamit, most fikcionálok, be kell csomagolni valamit, mint berakni egy autóba. Ez a munkának egy része, amire egy ember tartasz fent. Igen. Aki kap X fizetést egy évben. Igen. Vagy egyszer kifizetsz 20 000 dollárt, meg annak van egy szervizköltsége, ami elég minimális. Igen. Azt tudod, hogy annyit meg tud csinálni. Igen. Lesznek belőle problémák. Az biztos. Én arra gondoltam, hogy tudsz flexelni vele, hogy nem robot porszívó, vagy porszívó robot fűnyíród van, hanem van egy robotod, ami tolja neked a fűnyírót. Oké, persze az is király, de gondolj bele, hogy valaki után nem kell fizetni járulékot. Ebből óriási problémák lesznek. Sőt, visszaigényled az áfát. Igen. Nem, Pisti, vállalkozó, egy ki se fizeted. Ja, ki se fizeted, persze, nyilván. Ki se fizeted. Így van. Durva, nem? Szép, Jenny. Ez most 10 per 10. Bazd meg! Na mindegy. Értitek, hogy miről beszélek. Vajon hogy fogják ezt megoldani? Ezt a dolgot. Lesz majd ilyen pótlék, amit fizetni kell? Azért, mert nem embert alkalmazol? Vagy fel kell vegyél egy embert, aki szervizeli. Ez központi szerviz van. Beviszed Pestre. Felügyeli. Fogja a távirányítót. Nem tudom. Biztos lesz valami robotadó amúgy. Biztos. Hát tuti. Figyelj, amennyiben ugye a társadalmat ez veszélyezteti valóságosan, tehát olyan szinten, hogy mondjuk tényleg egy bizonyos mennyiségű ember mondjuk munkanélkül lesz, hogy ilyesmi, biztos, hogy kiszabnak rá, ez nem létezik. Fizetni kell utána is a járulékokat. Mi van, ha megbetegszik? Hát most kilazul a két csavar a könyökénél, ne hagyom. Jó, van, egyszer fizetek utána a járulékot, de ha baj lesz, az orvoshoz viszem. Gyere, bazd meg. Javítsd meg. Javítsd meg a kurva. Csak hiccelek. Csak hiccelek. Nyilvánvalóan igen, tehát a jövőről teljesen másképpen gondolkodtak az emberek, és nyilvánvalóan ezek a dolgok se úgy vannak tálalva, hogy a társadalom többi problémája nem lesz megoldva, mire ezek elterjednek, de te is tudod, hogy ez nem így lesz. Nem vagyunk messze egyébként. Nagyon nem vagyunk messze attól, és valószínűleg nem a Tesla fogja először ezt behozni, de nem vagyunk messze attól, hogy ezek dolgozzanak, ezek a robotok. Mármint olyan szinten dolgozzanak, hogy nyilvánvalóan itt most nem arról beszélek, hogy a Foxconn holnap bejelenti, hogy elküldi 30 000 alkalmazottját, és elkezdenek robotok dolgozni, de mit tudom én, lehet, hogy ilyen kis KKV-k
vesznek tudod egyet, és tényleg ilyen egyszerű feladatokat fog ellátni. Mind Debrecenben a robotpincér. Szerintem ugyanúgy a nagy cégek fogják megvenni. Csak nem a teljes üzemet fogják ebből lecserélni, hanem hogy lepróbálják a mucsájröcsögére kis üzembe, hogy működik. Persze, vagy azért, hogy mutogassák tudod az éves marketing videóba, hogy ilyen modern a cégünk, mondom, van robotpincér Debrecenben. De érted, ezek mindenki így kezdődik így szépen lassan, és utána azért most a fejlődés, most a többi nem fog megállni. Tehát én azt gondolom, hogy a mi életünkben ezeket bőven fogjuk látni még. Amikor ezek úgymond átvesznek bizonyos részeket. Igen. Ha most gondolkozok, hogy milyen szakma lenne az, amit igazából sokkal gyorsabban meg tudnának csinálni a robotok. Az a baj, hogy nagyon sok ilyen szakma van. De nem kell gyorsabban megcsinálják. Ugye felvázoltam a költség oldalt, elég, ha pont úgy megcsinálják. Nem feltétlenül gyorsabban, hanem hogyha egy olyan munka van, ami ugye időkeretes, és nem tudom, a posta. Uh-huh. Mondjuk ott vannak még komplex dolgok belül. Igen, azért mondom, hogy ott az nem annyi, hogy odaadod a levelet a robotnak, és akkor ő 7 nappal átéve megy. Cigit tudtál tenni? Biztos. Igen. Nagyon sok munka van, amit pikpakká tudnának venni sajnos. Igen. Ezt akartam mondani. Itt a chatben egyébként biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, srácok, akik dolgoznak mondjuk autogyárban, vagy CNC üzemben, vagy hasonló helyeken, ahol a monoton dolgokat most is robotok csinálják. Igen. Minden gond nélkül. Igen. És ezekre a robotokra is úgy kell gondolni, hogy attól függetlenül, hogy ez egy ilyen bipedal, tehát egy ilyen humanoid, kétlábú robot, attól függetlenül az adott feladat, amit elvégez, az csak egy kéz, vagy valami ilyesmi, amit csinálja, igen, de attól, hogy társul hozzá egy többi része. Vagy társul hozzá a többi része is magának a robotnak, és ettől egy kicsit multifunkcionálisabb. Nem is tudom, valamelyik gyors étterem láncnál mutattak be, hogy kipróbálták a robot szakácsot. Uh-huh. Krumplit süt, meg hús süt, meg minden, és hogy... Ha mondjuk például egy meg is sült krumplisütés, ez nem hiszem, hogy nem elégséges mondjuk egy ilyen robot. De azért mondtam neked, hogy nem kell jobban csinálják, gyorsabban sem kell csinálják, elég, ha ugyanúgy tudják csinálni, költséghatékonyabb. Az más kérdés, hogy ugye például ezeknél a felsorolt üzemeknél meg a végtelen precizitás az, ami miatt ugye... Elengedhetetlen. Igen, ami igen, mutatják, hogy egy ember is tud olyan precíz lenni, igen, biztos vagyok benne, de lehet, hogy egy ember nem tud mondjuk 10.000-ből 10.000-szer olyan precíz lenni, csak 9.999-szer, és annál már jobbak a számok. Szóval ezeken a dolgokon múlik ez a dolog. Érdekes. Beszéltünk már erről a témáról. Szerintem igenis fontos ez az esemény. Nem amiatt, mert a Tesla megszállja a világot, hanem általában a változásokat az ilyen bejelentések hozzák. Ezek a kezdő rugások ahhoz, hogy de vágj bele, stb. És valószínűleg majd valamilyen más cég ettől kap majd erőt, vagy motivációt arra, hogy ebbe az irányba komolyabban elinduljon, vagy mit tudom én. Tehát ezek ilyen cuccok. Biztos, hogy nagyon meg fogja változtatni a világot. Volt már ugye ipari forradalom a világban, ami szintén átrendezte a játszóteret. Rengeteg sok szakma megszűnt, ami régen létezett. Volt egy happy hour, amiben felsoroltuk ezeket a szakmákat, amik megszűntek, amik léteztek. Igen. És megszűntek, ahogy ugye iparosodtunk, meg kiépült az elektromos hálózat, meg stb. Nagyon sok mindenre már nem volt szükség. Valószínűleg a következő nagy ilyen dolog megosztott a világ. Az egyik része azt mondja, hogy az AI megjelenésével lesz a következő nagyipari forradalmunk, amire nem kell úgy gondolni, mint egy fizikai manifestáció, csak szoftveres részre. Egy másik része pedig a robotizálásban hisz, hogy ott fog megdőlni ez a dolog, vagy a kettővel együtt. Erről megoszlanak a vélemények. Volt olyan happy hour, amit még gőzgép hajtott. Mára már nem így van. Igen. Robot parkoló ellenőr. Igen, bár ha belegondolsz, ugye nem kell ugye itt olyan dolgokra gondolni, tehát az ember sokszor a filmek miatt, vagy ilyesmi miatt fantáziált, egy robot parkolóernek nem kell robotnak lennie, lehet egy drón. Semmit se kell csináljon. Körbenöpked, megnézze rendszámokat, ezt már most is tudja, adatbázis, fuck you, ennyi, kapod a csekket. Szerintem nem létezik, hogy nincs már ilyen. Nem néz be rendesen a izébe, hogy ott van a papír, vagy nincs. Hát az, érted, miért a parkolóörtől, ez nem telik ki. Az is igaz. Micsoda?
Vagy jön a pornóipar az AI robot pornóval? Mert nincs olyan. AI influencer is van. YouTuber. Kitolja. Igen. Persze. Hogy ne lenne? Azt is nézik, mint a szar. Azt hiszem. Nem tudom, én most a drónok felhasználásával kapcsolatban láttam, hogy a rendőrök kezdték el felhasználni. Kint a főutakon, hogy... Használják. Nem ők állnak ott a bokorban, nyilván ők is ott állnak valahol, hanem hogy a drón repked az út fölött, és onnan kamerázzák, hogyha szabálytalankodnak az emberek. Mm-hmm. Én annak nagyon örültem, mert tényleg olyan dolgokat csináltak, hogy új. Hát de láttad az Amazon raktárakban is, amikor demozták tőled a drónt, igen, amelyik szállítja ki a cuccot, amiből most valamelyik fennakadt valami villanyoszlopon, na mindegy, nem ez a lényeg, pont most hallottam, de ott is teljesen automatizálva van a raktár, tehát a raktárban sincs senki. Jön, leveszi a polcról, beteszi, rászáll a drón, elszáll, kész, csá. Max ott van egy ember, aki néz, hogy... Megfogta. Igen. És így ennyi, de az is full automatizált. Tehát hogy már nincs olyan messze ez, mint ahogy az emberek gondolják, de én nem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Tehát, hogy ha tényleg eljön ez a dolog, és ugye a vállalkozások és a bizniszek mindig progresszívak, és ugye valahol tudnak spórolni, és a jövő évben nagyobb számokat produkálni, akkor meg fogják ezeket lépni, a váltásokat. Persze. Ha szoftveresen, ha fizikailag, teljesen lényegtelen. Tehát ez a dolog be fog következni. Mi lesz akkor? Mármint úgy mi lesz akkor, hogy ugye az majd fog okozni egy ilyen globális problémát, hogy vajon mi lesznek ilyen emberjogi szervezetek, tűnciznek majd akkor is? Szerintem nem. Pont azért, amit mondtál te is, hogy nem egyik napról a másikra történik ez meg. Nem az lesz, hogy a világ jelenlegi lakosságából, nem tudom, 2 milliárdnak elveszik hétfőre a munkája, hanem szépen lassan. És akkor mindenki tud alkalmazkodni. Elmegy más munkát keresni, aztán reménykedik, hogy onnan nem fogják a robotok leváltani. Hát az biztos, hogy egy nagyon hosszú idő lesz, amíg szerintem így a privát szektor, tehát azt mondom, hogy a vállalkozói oldalon, ipar oldalán, stb. Ilyen részen fog megjelenni először ez a dolog, és nagyon sokáig csak ott lesz. Kérdés az, hogy ugye mondjuk ilyen közszférába hogy kerül be? Tehát amikor mondjuk már azt mondod, hogy posta, igen, vagy azt mondod, hogy mondjuk mit tudom én, iskola, vagy ilyesmi, azok már ugye ott olyan helyek, hogy várjál. Igen, oda nem biztos, hogy be fog kerülni. Hát, vagy idő kell hozzá. Csak tudod te is, hogyha valamit elkezdenek használni, akkor sokkal több pénzt öntenek bele, és sokkal gyorsabb a fejlődés. Igen. Ez ilyen. Mert tudod, most ez úgy működik, hogy gyakorlatilag vonalkód leolvasó, meg bankkártyaterminál, meg érintőkijelző, elég régóta van már. Mégis valaki azt mondta, hogy legyenek önkiszolgáló kasszák, és amit elkezdték nyomni, rájöttek, hogy ez tök jó, pedig hát minden megvan hozzá, vagy megvan hozzá. Igen. Egy idő után egyszer csak bejött. És elkezdték tolni. Ez is most pont olyan. Hogy... Csak több biztonsági őrke. Hát figyelj. De igen. Értem a példát, értem. Vannak az Amazonnak, megvették azt a Fresh Foods, vagy Foods Mark, a faszom tudja mi a neve, kint, külföldön, ahol nincsen személyzet. Igen. Tehát bemész, vásárolsz, pittyentesz a telóddal, azt jó napot kívánok. Ez is olyan. Kell hozzá ilyen társadalom. Amikor bejöttek az okos, folyamatosan internetre kötött okos telefonok, akkor is azon voltak, akinek volt, nézd itt az e-mailem, mutatok egy képet a neten, wow, de durva, ne teszek a mobilodon. Ma már ott tartunk, hogy azzal fizetünk. Mi az, hogy azzal? Az óráddal? Igen, a gyűrűddel, akármivel. De normálissá vált. Igen. Eljutottunk odáig, hogy a társadalom egy része azt mondta, hogy nem lesz bankkártyája, mert úristen. KP a king. Most meg már ott tartunk, érted, hogy a telefonodban be van regisztrálva a bankkártyád, és tolod. De azért mondom, hogy nagyon sokan mindig így azt hiszik, hogy tudod, ezek ilyen olyan, mint ilyen vastag gumicucc, amit így húzigálsz, tudod, és akkor így megy előre a jövő. De hogy úgy megy előre a jövő? A jövő úgy megy előre, hogy észre sem veszed, és már régen van. Majd lesz valami, igen. Mondjuk pont ez a bankkártya elterjedéséhez mondjuk kellett egy világjárvány. És arra ki gondolt, hogy lesz egy világjárvány, azt nem akar semmi se hozzányúlni. Borzasztó szinten elterjedt. Igen, most már az USA-ban van tenyereckennelő terminál. Így igaz. Még kísérletben van, azt hiszem, hogy milyen próbaverzióban, de működik az is. Milyen durva. Ott vannak a boxok. Tudod, a Fox Pulse-t, vagy meg a Emag Box, meg ilyenek. Igen. És akkor azt mondod, hogy oké, egy bizonyos méretű cokmókot oda rendelek meg. Olcsóbb, és nem kell emberekkel találkozni. Igen. Egyszerű dolgoknak hangzanak, de mind olyan dolog, ami afelé visz, ugye, hogy fizikailag előre megyünk. Félsz a robot hadseregtől? Mindenk. Miért? Miért félsz a robot hadseregtől? Mert benne van a fél.
Mondjuk én is nyugodtabb lennék, hogyha mászkék nem tanítanák meg Optimusnak, hogy hogy kell a lángszórót megfogni. Érted? Igen. Ha már házon belül maradnak. Nem tudom, furcsán gondolkodom erről a robothadseregről. Mármint úgy értem, hogy az emberi élet értékes. Nyilván. De ha a robotok harcolnak robotokkal. Igen. Az pénz. Az nem ember élet. Az mindig töredékét értenek a dolognak. Hogy így miért vonultatnál így robotokat? Annál sokkal királyabb, mit tudom én, állami weboldalakat hekkelgetni, meg ilyenek, azzal nagyobb kárt okozol. Az, hogyha robotokkal fenyegeted azt, hogy embereket ölsz, az egy megint másik dolog. Nem, azért mondja, hogy az én robotom jobb, mint a tiéd, az enyémet vegye az ország. Aha. Hát most a... Mondjuk ez már érdekes, igen. A fegyveripar miről szól? Igen. Az enyém pusztítóbb, az enyémet vedd. Igen. A robotoknál is ugyanez lesz, hogy az enyém jobb, az enyémet vedd. És mivel tudják ezt legjobban demózni, az az egyik tönkre teszi a másikat. Bár a fél a robot háborútól azt megkérdezném egy másodpercre, csak nagyon gúnyosan, nem komolyan, csak gúnyosan, hogy majmoktól nem félsz? Egyébként beszélgettünk már Happy Hour-ben arról, hogy a majom az csúnyán összebasz. Igen. Amúgy. Meg nem hát, úgy, mint a robot. Meg hát, a robot megöl? A majom letépi a faszod? Tényleg? Nézd vissza. Igen. Szóval a robotok az egyik ellened simán fog szerintem demózni. Bemutatózni, aha, mennyivel jobb. Még hogyha nem is az, hogy elpusztítanám, az egyik csak 2 méterre tud felnyúlni, a másik 2,5 méterről is leveszi neked a tolókocsit. Akkor azt mondod, hogy inkább, tehát ez olyan lesz, hogy kinek van a gyorsabb okostelefonja, vagy a szebb kijelzője, ez be fog átmenni. Így van. Az enyémben Android fut, a másik Honda-ig. Én nem robot hadseregtől félek, hagyjuk a félelem részét. Én a robot hadseregnél biztos, hogy gyorsabban lesz hamarabb, és én hatékonyabbnak találom például azt, amikor kényszeríted a szituációt arra, hogy robot ember ellen legyen, mert az már durvább, és tényleg biztonsági célokra. Tehát, hogyha mit tudom, mondjuk van egy gyára, aminek mondjuk az éjszakai őrzését jelenleg 3 ember oldja meg kutyával, na mondjuk ahelyett, hogyha veszel mondjuk 5 Guangzhou robotot, most mondtam valamit, igen, akik, jó, elmenjünk előre az időbe, igen, akik már azok, igen, a robotok, akik háborúznak is, akkor azzal megoldod a probléma egy részét. Mert olyan szinten, hogy meg se fordul a fejedbe oda menni. Így van. Mert miért mennél oda? Igen. Tudod, hogy az robotok vannak. Igen, tehát azok lelőnek bokáig, az csát. Tehát nem az van, hogy ide, hogy leütöm, vagy mit tudom én, lehet, hogy kisebb nálam, vagy megkérdezem tőle, igen, hogy nem kell pénz. Tehát, hogy érted? Átvált a hő szenzoros vízikamerára, azt észrevesz a bokorba. Igen. Még csak közelébe se kell menni. Messzire kiabál. Gondolj, igen, bele, kiszászom, tudod, ott a hegy mögött a kocsiból. Na, a fiúk, hey! Húzz a kurva anyárba! Igen, a figyelmeztető lövést úgy adja le, hogy az acsi mellett kiukasztja a nadrágodat, de az acsihoz nem ér hozzá. Igen. Igen, mondjuk ez vicces jelenet lenne. Na mindegy. Visszamegyek. Igen. 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 Szóval ilyenek vannak, nem tudom, mókázni meg kalandozni így gondolatszinten lehet ezekről a dolgokról, de valami fog történni, én úgy gondolom. És nagyon sok olyan dolog lesz, ami meg fog szűnni. Én azt gondolom. Az fix. Jelenleg, amit emberek csinálnak például ilyen nagyon monoton munkák, tehát ellenőrizni a státuszát valaminek, és arról írni egy e-mailt. Karban tartani, tisztán tartani. Tisztán tartani, igen, egyéb dolgok. Szerintem, tehát ezzel az egészen csak azt akarom mondani, hogy ez egy, tehát aki aggódik emiatt, hogy mi fog történni ebben a dologban, és nem is az, hogy a munkáját félti, hanem csak amiatt aggódik, hogy lesz ez megoldva a társadalomban. Én azt mondom, hogy ez reális dolog. Ami nem az reális, hogy elvesek a munkát, meg tudjátok, ez a vaskalaposok, de vajon egy társadalmat hogy fog felborítani 30 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva? Ez a dolog, mert biztos vagyok benne, hogyha a társadalomnak egy nagy része kiesik mondjuk a munkából, annak nagyon komoly hatása lesz a másik felére, akik nem esnek ki a munkából. Mert akkor ugye nyilván a terheket hordozni kell. Persze. Ezért gondolom azt, hogy robotadó lesz. Ez mondjuk egy érdekes felvetés, igen, hogy ugye nem azzal lesz a probléma, hogy egyik napról a másikra elvész a 2 milliárd embernek a munkája, hanem mondjuk 10 év alatt. Vagy nem is az, hogy 10 év alatt, hanem eljutunk addig a pontig, hogy annyira telített a gazdaságunk robotokkal,
hogy már mindenhova, mindent is robotokkal akarunk megcsinálni. Ez már nagyon a vége, de igen. Igen. Szerintem hamarabb ütközünk abba a problémába, ami ezt meg fogja előzni, hogy idáig fajuljon a dolog, hogy most csak hasamra ütök, igen, mert primitív gyerek vagyok, meg vadkeleti köcsög, hogy érted, most gondolj bele, most 2 milliárd embert mondtál. Uh-huh. Gondolj bele, hogy az úgymond annyi adókiesés. Igen. Annyi embernek az adó terhe gyakorlatilag. Igen. Hát az azért nagy kiesés is jelent. Igen. És azt már a közben kell orvosolni. Uh-huh. Most csak mondtam. Igen, valamit. Hát ez közben még megoldják azzal, hogy drágább lesz a robot, vagy jön a robotadó. Igen, vagy a robotadó, vagy mit tudom én. Járulékot kell a robotra is fizetni, ez kész. Csak nem annyit. Nyilván ezt is mértékkel kell csinálni, mert van rengeteg sok munka, amit jobb, ha ilyen módon oldanak meg, van, amit már most is ilyen módon oldanak meg, tehát most mondjátok például, a veszélyes munkákat jobb, ha robotok végzik el. Eddig is tehát most is végeznek veszélyes munkát a robotok. Csak nem, tehát látjátok, hogy milyen durva egyébként, nem? A jövőről alkotott képünk, srácok, hogy csak azért, mert nem ember alakja van, uh-huh, csak egy kurva nagy kar, azzal úgy ülünk 20 éve, hogy de ha már 2 lábon jár és integet, igen, úristen, megfogad! Igen, mert addig a kar az ott volt a szekrényen, és nem tudod bántani, már éléptem 2-t, és nem jött utána, most már utána nem jön. De hogy is nem utána jött, az hát annyira robot targonca volt, meg minden, de az ott nem fosol, érted? Mert az nem, igen, olyan, mint a fiam. Hát persze, mert az a robot targonca. Lépek 2-t a lépcsőre, és megbaszza magát. Meg ilyen dolog, igen, de látod, abban a pillanatban, ahogy ember alakja van, ott az már vége mindennek, Pisti, hát nem tudok hova menni előle. Igen. Mint hogy a fényezőgépes kuka típusú robot, nem tudna megfogni azt, hogy 3-szor úgy a falhoz baszni, hogy meghallja. Ez ilyen. De hogyha már ember formája van, akkor ki tudja, hogy mi lövel ki a szeméből. A lézersugarakkal oda se kell jönni. Érted már a hűség részét a dolognak, persze, hogy van egy ilyen pszichológiai része ennek szerintem. Mert addig úgy voltunk fel, hogy nem teljes. Engem. Mi uraljuk. Most már, hogy teljes, most már még mindig mi uraljuk. Engem. Engem. Biztos vagyok benne, hogy ez mélyen gyekerezik, és ez az a része, amit lehet, hogy ha valakinek az a terve, hogy robotizálja a legtöbb munkát a világon, lehet, nem így kéne kezdeni. Talán ilyen kis autókkal, vagy valami ilyesmi, arra nem gondolják azt, hogy az jön és megöl. Mert érdekes, nem? Hogy egy olyan robot, egy kis autórobot, amelyik csomagokat szállít ki, arra nem gondolják, hogy jön és megöl álmomba, de ha a humanoid robotot látunk, akkor azok már egyből háborúzni mennek, meg lelőnek másokat, meg ilyenek. Igen. Mint hogyha egy robotnak meg kéne fognia egy pisztolyt. Érted? Mert amúgy nem tud lőni, mi? Ennyi erővel azok a vadászgépeken is lenne egy kurva nagy biceps, egy kézzel, ami így fog egy pisztolyt. És nem rakétát lőne a repülő, hanem így pá-pá-pá-pá-pá. Nem így működik a technika, sajnos. Nem. Igen. Ezért van az, hogy ugye a legtöbb robotizált, úgymond harcászati eszköz az drón. És ugyanúgy néznek ki, és tök mindegy, hogy szétlő, lebombáz, rakétáz, neked repül, teljesen mindegy, az olyan. Nem a Boston Dynamics kutyuson küldik be a bombát, de semmi értelme nincs. Mi a menő? Azt igen. Nem is tudom, a Black Mirrorban volt erről. Igen. Azt hiszem rész, hogy ugye a drónokkal, mikrodrónokkal támadtak. Uh-huh. Volt. Nem a bombát viszi be, ő maga a bomba. Láttad te azt a, nem tudom, nem szerettem azt a, hát sorozat, nem sorozat volt, csak több részes film. Valami az elnök, akkor mindig a Fehérház ostroma? Nem vagyok benne biztos, hogy az volt, de valami ilyesmi film volt. Igen, gondolom, hogy melyikre gondol, az nem teszem a címet. Valamelyik azok közül a filmek közül kezdődött úgy, hogy tudod, ilyen drónra jött. Uh-huh. Azt így szétbaszott, mint az állat. Támadás a Fehérház ellen? Szerintem az. Lehet az. Lehet az. Lehet az, nem tudom, hogy Olympus Has Fallen, azt hiszem abban volt, igen. Uh-huh. Na abba, mikor ez a drón rajt támad. Na geci, azt úgy megcsinálták, hogy az ám kurva ijesztő. Na olyan van? Uh-huh. Amúgy. És nekem nem kell bazd meg, jöjjön egy robot, bazd meg, igen, egy M16-ossal szarrá lőni, elég egy olyan is, összefossam magam a helyszínen. Az olyan brutális, nem jó filmek ezek, de az például elég baszó meg volt csinálva benne. Igen. Igen. Na, srácok, sajnálom, hogyha megosztóra sikerült a happy hour, az első felét azzal töltöttem, hogy ne legyen az. De elvitt minket.
Én csak azt mondtam, hogy volt Maiden Debrecenben. Látod, mi lett belőle? Igen. Ennyi. És nárja, ennyi. Nem, az ne, ne, belőle, nem, hogy el fog fogyni a víz. Nem minden indult az egész, Pisti. Az egészről Jani tehet, mert elment a Sun Fortune koncertre. Pontosan, pontosan. Tehát, kösz, Jani. Tehát szólítsátok fel János kollégát, hogy többet ne menjen koncertre, mert majd, hogyha a csap, a csőből kifogy a víz, majd akkor rájön, gondoljunk, hogy miért nem kellett volna menni. Vagy ha robot elveszi a munkámat. Bassza meg. Na mindegy. Én akkor is azt gondolom, hogy az első felében a Happy Hour-nek, nekem az volt a célom, hogy mármint az első felének a második felében, hogy elmondjam, hogy mi a baj jelenleg a... Nem is a gondolkodásmóddal, hanem egyszerűen az, hogy sokszor képtelenek vagyunk beszélgetni, és én nem gondolom azt, hogy ez... Aki azt gondolta róla, hogy ilyen, mentekethetős, ilyen-olyan duma, valószínűleg nem neki való ez. De akkor is azt gondolom arról, hogy erről is érdemes beszélni, hogy sokszor miért nem tudunk beszélgetni, meg miért gondolunk rosszakat egymásról. Ha az ember végighallgatja az adott mondatot, lehet, hogy már más gondol, mint hogyha a felénél belevág. Nem, tudod, ez mindig egy ilyen dolog. A másik felében megrobotoztunk. Ez van. Hamarosan indul az október, még 2 hét kb. Addig töltjük az időnket, pótlásokkal, egyéb dolgokkal. Pénteken megígértem, hogy ma hosszabb God of War stream lesz, úgyhogy az lesz. Így fogjuk tölteni a délutánt. Remélem, hogy szép hetetek lesz, ahogy az elején is mondtam. Jók. Én biztosan azt mondom, hogy szép hetük lesz. Lehet, hogy tudsz valamit. Lehet. Lehet, hogy nem. Nagyon fontos megjegyeznem most itt, hogy én nem. Délután találkozunk. 1-től. Sziasztok. Szevasztok.